A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Most az elmúlt adásunkban Zászlós Tiborral az adás végén szót ejtettünk arról, hogy az időjárás milyen volt az idén, elsősorban az esőről, hiszen ahogy ő is elmondta, nagyon sokan panaszkodnak, legalábbis a köznapi emberek, hogy milyen sok csapadék volt az elmúlt időszakban. Nos, hát ez korán sincs így. Vendégem pedig természetesen ismét Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és növénytermesztésért felelős alelnöke. Nos, hát igen, minden kedves nézőnek. Tisztelettel köszöntöm. Tehát ez nem így van, nem egészen így van, hiszen bár a június első dekádját időjárási szempontból is szélsőségek jellemezték, tehát mi úgy láttuk, hogy volt bőségesen csapadék, ugyanakkor ez növénytermesztési szempontból nem egészen így van. Növénytermesztési szempontból nem egészen így van. Az tény, hogy június folyamán itt a mezőföldön közel 90 milli csapadék esett, ugye több ciklusba, és ettől függetlenül azért a mezőségi talajok és földek azért ezt a csapadékot alapvetően be tudták fogadni. És ha már itt tartunk, akkor az ország más részein is lehet olyan lazításokat, középmély lazításokat is végezni, vagy netán a bizonyos víz nyomásos területek foltjain még mélyebb lazításokat is, amivel a talaj vízbefogadó képességét javítani lehet és kell is. Hiszen egy tény, hogy az elmúlt adásban beszéltünk arról, hogy bizonyos szakvélemények szerint együtt kell érnünk az ukrán gabonával, együtt kell élnünk az éghajlatváltozással. Együtt kell élnünk azzal az éghajlatváltozással, ami nap mint nap érzünk. A hektikus csapadék ellátottságát, az egyszerre nagy mennyiségbe, szinte trópusi esőként jövő csapadék halmazt, az intenzitásának a növekedését, az intenzitás és időbeliségnek a szűkülését, az asszályos időszakokat. Tehát igenis meg kell a tájba a vizet őriznünk. És e vonatkozásba bizony ezek a víznyomásos területek nagyon jó példát mutatnak arra, hogyha itt a vízzáró réteg mélyebben van, tehát nem lehet gyakorlatilag középmély vagy mélylazítással feltörni, és a víz befogadó képességet javítani, akkor ezek a területek lesznek a legalkalmasabb tározók építésére. Hiszen ha csak azt nézzük, hogy Magyarországon mennyi, tudjuk jól, hogy mennyi víz folyik el, most nem akarom megismételni a számokat, de igenis minden vizet, ami valamilyen módon rendelkezésünkre áll, be kell fogadni. Ugye a talajtározástól kezdve a tározókapacitás növekedéséig is. De ha csak azt mondom, hogy több mint 50 ezer folyamkilométer van csatornahálózatban, elsődleges, másodlagos, harmadlagos és víz folyásokban. Akkor csak a csatornahálózatot feltöltenénk vízzel. És ugye, amikor, mint most is a Duna, ugye árad, most már lassan apad, tehát mindenképpen csúszra járatott, akkor közel 300 ezer hektárnak a vízellátását javítanánk. 1,2 millió hektár szántó területén javítanánk a mikroklímát. És akkor még mindig nem beszéltem a meglévő esőtározókról, puffertározókról, és a majdan építendő és építhető víztározókról, amely a tájba megőrzi a vizet. És ez lenne nagyon fontos Magyarországon,
hiszen ez javítaná a csapadékképződésnek a lehetőségét is. Gyakorlatilag a magyar alföld, tudjuk jól, hogy hogy nézett ki annak idején, a különféle folyószabályozások vonatkozásába, és hát ehhez nyilván olyan nagyon-nagyon komoly kormányzati intézkedésekre is szükség van, mint a bizonyos vízlépcsőknek a megépítése, amit már most azonnal tüntetésbe kezdenének a sötét-zöldek, de azért lássuk be, hogy mivel a Dunán, a északi és más országok beli részeken délre tőlünk megépítették a lépcsőket, Magyarországon, mivel nincs hordalék, hiszen a felső lépcsők lefogják, folyamatosan mélyül a meder, és folyamatosan szívja le az altalajvizet a Duna mellett, ugye az a vízfolyás, amelyik mélyül. Na most, amikor a Duna most csúcson van, akkor a Tisza meg ilyen minimum szinteket döntöget. Tehát ezt mondtam, hogy az éghajlatváltozással fel kell készülni az ilyen hektikus részekre. És a Tisza déli részén ugye a homokhátságot semmilyen módon nem lehet majd öntözéssel és öntözési vízzel szinte ellátni, mint hogyha a Tisza duzzasztását az alsó részeken is valamilyen módon megfogalmazzuk, és mindig csak a közvéleménynek szoktam ilyenkor mondani, a társadalom azon tagjai felé, akik ugye nem agráriumban dolgoznak, de azért fogékonyak az agrárium problémái iránt, hiszen a mindennapi kenyerünk és ételünk ott termelődik meg, hogy ma ugye a szélsőséges zöld elképzelések okán nem lehetne a Tisza 2 tavat megalkotni, amelyik hiszen olyan tüntetések lennének ellene, amelyik ma turisztikai központ, ma a átvonuló madaraknak a legfőbb szálláshelye, és természeti védelmi területek sora van a körzetébe úgy, hogy ma óriási tüntetések lennének, biztos, hogy ott víz alá kerüljön bármi. Így van, hiszen ne feledjük, hogy ahogy ön is mondta, a szélsőségek jellemezték ezt az időszakot, és ez így is maradt sajnos, hiszen azért nézzük, hogy több hullámban jött a nagy nedvességű, tehát rengeteg front volt az elmúlt időszakban bőséges csapadékkal, legalábbis a Dunántúlon. Ugyanakkor az Alföldön alig hullott az égi áldásból, és a növényegészségügyi helyzet ezt alaposan megsínli, és nem feledhetjük, hogy ahogy ön is mondta, az Alföld az borzalmas állapotban van jelenleg is. Tehát mondhatjuk, hogy aszályos helyzet alakul ki. Abszolút, abszolút aszályos helyzetben. Súlyos aszály van az Alföldön, és bizony már különféle kutatók, kutató intézetek, és hát abban levő kutatók vonatkozásába felfelsejlik olyan gondolat, hogy bizonyos területeinket, ha ez az éghajlatváltozás nyilvánvaló tartósan fennáll, és egyelőre semmi nem mutat arra, hogy ne állna fönt, és adott esetben ne fokozódnának a hatásai, akkor bizonyos területeket, ha nem történik a vízgazdálkodásunkba lényeges változás, és nem tudjuk ezeket a technikai megoldásokat megvalósítani, akkor a területek egy részén fel kell a mezőgazdasági termeléssel hagyni, de most itt könnyen mondanánk azt, hogy tegyünk erdőt rá. Hát az erdő is, látjuk az Alföldön, hogy eléri azt a aszályos réteget, ahol már a fenti talajvíz már nincs meg, pontosabban felülről már nem nedves a réteg, amit előbb is említettem, majd pedig alul még nincs csapadék vagy nedvesség, és ebbe a rétegbe hektárok sora szárad ki az erdők tekintetében, mert a gyökérzete nem tudja ellátni kellő vízmennyiséggel, hiszen az altalajból nem tud még szívni, a feltalaj pedig aszályos lesz, és hektárok százai pusztulnak el bizonyos rudas, hát különféle korokba. Tehát ezt könnyen mondjuk, hogy erdőt telepítsünk, nem fogunk tudni erdőt sem telepíteni, ha nem változtatunk radikálisan a
öntözési és víztározási lehetőségeinken, és nem őrizzük meg a vizet a tájba, aminek szerves része végül is a víz. De ha most azt nézzük, hogy évvége felé meg fognak jelenni azok a támogatások, amelyek a környezet kímélő és környezethez alkalmazkodó víztársulatok, vízi társulatok számára megadja a lehetőséget a technikai öntözésre, különféle tározási lehetőségekre, öntözési berendezéseknek a vásárlására, akkor ez azt mutatja, hogy a kormányzat nagyon fontosnak látja az öntözési lehetőségeknek a fejlesztését, a termésbiztonságnak az ilyetén való fokozását, de ahogy említettem, igazából a víztározásnak, talajtározásnak óriási szerepe van, tehát igenis fel kell töltenünk a különféle tározó lehetőségeinket, és természetes csatornáinkat, mert akkor közvetlenül közel 300 ezer hektáron biztosítanánk az öntözést, és a klimatikus változások okán, hogy említettem, 1,2 millió hektár bizonyos vízellátása és párateltsége javulna az országban, és ez iszonyatos szám, és ez elkerülhetetlen, hogy megvalósuljon. No, ha már itt tartunk, akkor gyorsan essen szó a vetésekről is, hiszen rendkívül felgyorsult az őszi kalászos gabonák, illetve a kukorica fejlődése, napraforgóról nem is beszélve. Tehát hogy állunk most, mert az aszályos tájegységeken, tehát az Alföldre is gondolok, például az árpa azt mondják, aratásra érett már, és a búza is vízszéres állapotban van. Abszolút így igaz. A bombájnak hamarosan beindulnak. Sőt, mi több, már a délvidéken el is indultak a kombájnok, ugye a szerb köztársaság magyar lakta vidékein már bizony olyan állapotban vannak, hogy ott el is kezdődött az aratás, mindig előbb is szokott ugye a délvidéken elkezdődni, de Magyarországon is napokon belül már a árpa vonatkozásába elkezdődik az aratás. Egy kicsit hátráltatta nyilvánvalóan ez a csapadékosabb időjárás, de mivel úgy néz ki, hogy szárazabb idő jön, és szerencsés is lenne, hogy a nem túl meleg, száraz időszak vonatkozásába az aratást tudnánk abszolválni, hiszen ha késve is, de még bizonyos értelemben a 24. óra utáni egy percbe érkezett, ahogy szokták mondani, a csapadék, és még a későbbi érésű búzáknál a szemkiteljesedést azért segítette, és így a termés átlagok és eredmények nem lesznek kedvezőtlenek, ami egy jó közepes termést prognosztizál, de egész Európa szerte. Tehát a műholdas felvételek az nagyjából olyan Európa vonatkozásába 5,7 tonna per hektár átlagot prognosztizálnak, ami egyébként azonnal, hogy ezt kimondták, mert kicsit vissza is korrigált a Matifnak a növekvő, már 270 eurót elérő árain, hiszen azon nyomba a kereslet lankadta 270 eurós búza iránt, és visszakorrigált nyilvánvaló a 265 körüli értékre. De hát ez nyilvánvaló egy libikóka. Magyarországon ugye 955 ezer hektáron termelünk búzát, nyilvánvaló több mint 300-on gyakorlatilag árpát, tehát őszi árpát, és hát most nem sorolom végig a különféle rozszab egyéb részeket. A ősziek közül ugye még a 177 ezer hektáron termelt repce nagyon fontos, és ami lényeges, hogy ezeknek a ősszel vetett
termékeknek és növényeknek a száma 1.557.000-et jelent ebbe az évbe. Itt csak említem, hogy tavaly 1.555.000 volt az őszieknek a ilyetén való összáma. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából az őszi kalászos és benne a repcét is értve a vetés területe lényegében nem változott. A vetési kedv valamennyivel, ahogy szokott lenni, ennél magasabb volt, de a téli kifogyások, kiszántások sem érték el a magasabb szintet, mint az a korábbi években általában megszokott volt, és tényleg egyelőre úgy néz ki, hogy a határ pozitív képet mutat, és hát a kukoricák is benne a napraforgók, pedig most ettől a csapadéktól, hát ahogy szokták mondani, az időjárás húzza kifelé és húzza fölfelé őket, nap mint nap szemlátomás gyarapodnak, és hát ha nagyon-nagyon figyelne az ember, akkor reggeltől estig is egy ilyen gyorsított filmen már látható lenne az a növekedés, amit ilyenkor produkálni képesek, hát hiszen a kukorica az trópusi növény, és hát egyszerre tud asszimilálni és raktározni is. Még egyetlen egy kérdés, növényvédelem szempontjából hogy áll a kukorica, illetve a napraforgó? A növényvédelem szempontjából nem kedvezőtlen a helyzet, tehát átlagos növényvédelmi év van. Persze a csapadékos időjárásból jobban oda kell figyelni mindazokra a gombás és egyéb megbetegedésekre, amik előfordulhatnak, de azt kell mondani, hogy ezek a sivatagi homok, felhők, amik ugye kiszóródást jelentettek pár hónapja, azért nem hoztak olyan fokú rozsda fertőzést a búzába, és hát más növényekbe se, ami problémákat okozna. Tehát természetesen, hogy a növények növekszenek, ahogy az időjárás változik, úgy fog növekedni a rovar és gomba gártételeknek a lehetősége is. Jó pár helyen azért, ahol nem tartották be a vetésforgót, azért a kukoricabogárnak a kártétele a szemlátomást megjelent, és hát kipusztulások vannak, de hát azt mondom, a technológiának a be nem tartása, az előírtaknak a felületes kezelése, az mindig is fog kárt okozni, de ez nem az átlag. A magyar gazda átlagát tekintve odafigyel a növényeire, odafigyel a talajára, odafigyel a termésére, hiszen abból él. No. Még egy támogatási rész, tehát a vidékfejlesztési program, ez kapcsolódik, amiről már beszéltünk, hiszen olvasom, hogy 171 kérelem vonatkozásában több mint 10,84 milliárd forint értékben hozott támogatói döntéseket az Agrárminisztérium. Ezek elsősorban az öntözést érintik, ahogy itt van, illetve az újabb állattartó telepeket és tanyák infrastruktúrális fejlesztését. Ugye ez a termelés biztonságának fenntartásához alapvetése az öntözés mindenképpen, viszont a többi, hogy az állattartó telepek, erről már beszéltünk, a tanyák infrastruktúrája, hogy elérjen egy olyan szintet, ami én azt gondolom, hogy alapvetés, ez akkor nagyon-nagyon fontos döntés. Mert ez ugye az öntözési közösségeket is segíti egyik oldalról, a másik oldalról pedig az állattenyésztést nem különben. Igen, a tanyatámogatások, hogy ezzel a kicsit pejoratív szóval éljek, de hát ez nem csak tanyatámogatás értelemszerűen, hanem önkormányzatok, különféle gazdasági társulások, szövetkezéseknek is a társulása lesz, és nagyjából augusztusban fog megjelenni, ez is már ott fönt van a honlapon. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy olyan fontos jövőbe mutató képet ad a kis települések vonatkozásába, ami egy nagy hiánypótol az elmúlt időszakban, hiszen tanyatámogatások eddig is voltak, de most egy sajátos struktúrába fog ez megjelenni. Tehát igazából a
háztartási célú beruházások tekintetében lesz támogatás. Magánszemélyeknek akár 100%-os visszatérítés nélküli támogatást lehet igényelni. Ez a tanyának különféle infrastruktúrális beruházását is érintheti. Érintheti az épületet is, annak bizonyos felújítását, de mindenképpen fontos szerepet kap a vízellátásának a biztosítása, ezen kívül a szennyvíz ellátás és a szennyvíz elhelyezés megoldásának a biztosítása, a különféle alternatív energiák megvalósításának a lehetősége, ezen belül az energia racionalizálás, ahol alternatív energiaforrásokat nem fog beruházni a tanya tulajdonosa. És bele lehet venni olyan nem termelő beruházásokat is, akár mint az internetellátástól kezdve, hagyd ne soroljak, olyan számítástechnikai berendezéseket és technológiákat, ami ma már a vidéki és ezen belül a tanyasi létnek alapkérdéseihez tartozik. Tehát ez egy komplett tanyaberuházási program, amelyekre a 1000 fő alatti önkormányzatok is pályázhatnak bizonyos részekbe, és nyilvánvaló ott a támogatás intenzitása értelemszerűen azért más-más, de itt, aki úgy gondolta, hogy egy kis faluban akar élni, mert csendes, mert nyugalmas, mert bizonyos értelemben az ismertség okán biztonságos minden tekintetben, akkor ez most bátran megteheti és építkezhet. Ha pedig még elszigeteltebben, egy tanyába majdhogy nem önellátó módon akar tevékenykedni és az életét folytatni, az is megvalósítható, sőt, mi több, bizonyos feltételek mellett a földvásárlás és a tanyavásárlás vonatkozásába is az összértéknek 5%-át, illetve más szegmens szerint 10%-át lehet erre a célra fordítani, tehát egy nagyon-nagyon komplexen, jól előkészített kistérségi programnak leszünk a ismerői, és teremtődik meg az a lehetőség, hogy aki ezzel a gondolattal élni akar, az valóban olyan körülmények között tud akár saját, akár más szélre is termelni a kis gazdaságába, ami életképességet jelent, amelyik a vidéki életnek minden szegmensébe kevésbé fog eltérni a városi léttől, nyilvánvaló abba, amit pont aki ezt a pályázatot megpályázza és megvalósítja, csak annyiban, amit ő akar. Tehát ez is egyfajta, én azt mondom, támogatandó 21. századi jövőkép az agrárgazdaságban. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én azt gondolom, hogy fontos dolgokról beszéltünk. Természetesen ez vég nélkül folytatható, és így is fogunk tenni, hiszen nagyon sok mindenről kell, hogy szó essék, hiszen kárenyhítési alaptól kezdve egy számtalan olyan dolog, de erre is sort kerítünk természetesen. Én most köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, nagyon sok mindenről beszélgettünk, Zászlós Tibor volt a vendégem, fontos dolgokról, és természetesen ezt folytatjuk, hiszen a közeljövőben új az Agrárgazdasági Kamara új vezetői és vendégeink lesznek itt a Fehérvár Televízió Agrárinfó című műsorában. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.